Na, sziasztok, én Alex vagyok, és ismét itt lennék egy Széveklav élettel. Ugye már régóta nem volt, de ismét itt van egy. De viszont ez nem pontosan a Széveklavról szól, de van köze hozzá. Na mindegy. Akkor térjünk a lényegre. Szóval a Skyblock szerver hamarosan elérhető lesz. Ugye kövessétek a Facebookot, és ott pontosan ki lesz írva, hogy mikor lesz elérhető. A leírásban minden link megtalálható, Facebook, ilyesmi. Nos, ebben a videóban csak igazán megmutatom, hogy milyen lesz a szerver, és milyen, hát ilyen információkat elmondom. Szóval szögezzük le elsőnek, hogy nem lesz itt külön rangrendszer, mint a többi szerveren. Itt ugyanaz a rangrendszerrel fog futni a szerver, mint amin a Silverclub van. Szóval, ha veszel Silverclub rangot, akkor itt is lesz rangod. Játékpénzes rangokat viszont egyenlőre csak a Silverclubon tudsz venni. Viszont lehet gondolkozunk, hogy itt is, de inkább a Silverclubon lehet, úgy marad, hogy csak a Silverclubon lehet. Na mindegy, itt található egy ilyen parancs lista igazából, hogy mit hogy kell használni. Azt ugye beírjátok, hogy is help, például itt összes parancs megvan, mindegyes parancs. Itt ugye ezt találjátok meg. Igazából információk a szerverről, több mint 40 küldetés található a szerveren, ami azért elég sok idő teljesíteni. Ugye ez egy OP Skyblock, szóval igaz, mindenhol sima a Skyblock van kiírva, de azért van sima Skyblock kiírva, mert nem lesz még egy Skyblock, ami sima lesz. De minden a lényeg, hogy ez egy OP Skyblock. Szóval magyarul, miért is OP? Mit jelent az, hogy OP? Hát ugye elsőnek is, hogy a piacon az árak nagyon durván magasak. Mármint eladásban magasak, ugye nem bevésve. Ahogy lehet látni, szóval mindenhol. Vagy itt van Elvis. Elvis, ha rányomtak, akkor igazából csak aukcióházat fogjátok megnyitni, amit el tudtok a Perahába is élni. De gondoltuk, milyen menő lenne, ha itt lenne egy NPC, amit Elvis, ugye a egyik barátom. És akkor rányomtok, és akkor itt van. Ugye Csubakka az meg a Silverclubon van, ő meg itt van. Szóval mindig szerveren majd lesz egy NPC, akit szeretek. Na mindegy. Ami még nagyon fontos, és ugye Magyarországon most, hát nincs annyira most ilyen szerver, hogy nem csak ugye követ kapsz a generátorból, hanem aranyat, gyémántot, ilyesmiket, szóval érceket is kapsz, ugye pár százalék eséllyel. Na szóval, hogy itt le van írva, hogy hogyan használd, meg hogyan, nem hogyan használd, hanem hogyan csinálj egy generátort. Ugye annyira az nem nehéz. Na itt talált egy tehén farm, ugye ami lovag rangtól elérhető. Magyarul a lovag, harcos, legendás és a giant rangosoknak elérhető, meg persze a moderátor csapatnak, úgymond a staff csapatnak. De hát most az nem lényeges. Szóval az a lényeges, hogy ennek a négy rangnak elérhető ez a hely itt. Na, hol még mit tudnék bemutatni, ami fontos lenne. Ugye, ugyanaz a map, ugyanaz a spawn, mert ezt szerettük régen, igazán tudtunk volna újat építeni, csak hát nagyon szeretük ezt a mappot, aztán most így miért ne, rakjuk vissza. És akkor ugye egy található horgászbot, ha akartok horgászni, ugye hát nem tudom, hogy ki akarna, de hát valaki mégis. Kajáért amúgy jó, szóval itt el lehet adni, nem olyan drágáért lehet eladni, ugye, szóval hogy lehet feljebb növelem, de igazából kajáért az jó, azt szerintem egy jó hely, ahol lehet farm. Persze, ha rangos vagy, akkor ott az mindenképp jó. Na szóval, ugye itt állt egy angyalka, ami design, ugye Bence szélt építette. Na, szóval, mit található még itt? Itt a piacon el akartam valamit mondani szerintem. Igen, hogy nem lehet mindent eladni, szóval ezeket például nem lehet eladni. Ugye lehet tojásokat is venni, ezért is OP például, mert sima Skyblockon nem lehet tojásokat venni. Spannereket azt gondolkoztunk, hogy talán behozzuk ide is. Ezt még nem tudjuk, szóval írjatok egy kommentet, hogy szerintetek azt hogy lehetne megoldani, és hogy akarjátok, hogy legyenek itt is spannerek. Mert olyan Skyblock nagyon nincsen, szóval az is tök menő lenne. Egy olyan rendszer igazából, mint a Silverclubon körülbelül. Valami olyasmi rendszer lehetne itt is. Na, és akkor ja, itt találtam mindenféle blokk. Szóval akartuk egy skyblockot csinálni, akkor Peris, és ugye, hát nekem nem adja ki, de itt autósan akkor át fog titeket, ha jól tudom, dobni a skyblockra. Ugye én csak ide tudok menni a szigetemre. Ugye, Csubakka még él köztünk, ugye, az ott ki van jó, és ez a teljesen nő, hogy Csubakka fia. Szóval igen, na mindegy, a lényeg igazából, hogy hamarosan elérhető lesz a szerver, elmondtam az információkat, amik kell, szóval szerintem több információ nincs, amit el tudnék mondani.
Amit igazából tudok ajánlani, hogy kövessétek egyfolytában a Facebookot, mint egy naponta, vagy minden 2 órában nézzetek rá, és akkor egyszer ki fogjuk írni, hogy lesz live is egyébként. Szóval azt elfelejtettem mondani. Na mindegy. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ez tényleg csak egy rövid videót lett volna. Elmagyarázni ezt az egész Skyblockot, mert már sok ideje ígérgetjük, de még nem volt semmi. Na mindegy. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!